Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. A Beltex című sorozatunk 6. epizódjához érkeztünk el, és előző adásunkban ígértem nektek egy kis átgondolkodást, vagy elgondolkodást azon, hogy mai főküldetésünket, a 47-es számot hogyan hozzuk létre. Van egy megoldásom, és igazából egész jó kis megoldásnak tekintem. A 6x6 az 48, mínusz 1 az 47 megoldás mellett döntöttem. 6x6-ot úgy készítünk, hogy két darab 3-ast összeadunk. Tehát igazából innentől kezdve az a feladatunk, hogy a 3-ast azt jól betuningoljuk. És innentől kezdve azt hiszem, hogy érthető a mostani feladatunk. És nem mellesleg itt most egyből kettőt szeretnék csapni a mai adásunkban, mert hogy a küldetések között, pontosabban az upgrade-es küldetések között ott van még a 67-es szám is, azt pedig úgy kapjuk meg, hogy emellé még hozzáadunk egy 20-ast ehhez a számhoz, és azt pedig innen tudjuk nyerni, ezért is döntöttem emellett, természetesen azzal, hogy ugye megnöveljük majd a ittenieket, úgyhogy itt most lesz egy kis átrendeződés. De először megcsináljuk magát a 47-es számot. Na, ami ez, tehát először is addolunk. Ja, és még ne feledjük el, hogy ez még csak a 48-as végeredményt fogja majd adni nekünk. Abban még le is kell mondunk egyet. Gondolkodom, hogy lehet, hogy ide kezdeni már, hogy ezek is tudjanak nekem dolgozni. Így. Így. Valahogy így, első körben. Így akkor megkapik a 6-ot. Lehet, hogy egy undert azért bedobok még. Sajnáljuk. Ups, azt nem így akartam. Így. Ezt most nem tudom máshogy megoldani. Ezt ugye összeszorozzuk, ami lesz a 48, ezzel most már erre belemegyünk. Nekem 3 darab szorzógépet el tud látni ez a 4 modder. Szuprendú, és akkor ne feledjük el, hogy ez 48, tehát ebből még le kell vonnom egyet. Ez az egyetlen egy dolog, ami miatt viszont harcolnunk kell, az egyes nagyon messze van. Végül is egyébként így is úgy is ide kell hozatnunk, úgyhogy végre használhatjuk a szubtraktort. Nem tudom egyébként maga a szubtraktor mennyi idő, amíg legyártja magának, úgyhogy ez most egy kiváló teszt lesz egyébként ez ügyben. Megjegyzem, hogy szerintem ide fogjuk megépíteni a plusz rásegítést a 20-asra, tehát a plusz 20-as addolást. Na és akkor nézzük a... Sőt, körbe tudom építeni az egyest, és akkor csinálunk egy ugyanolyan körút.
útvonalat, mint ami ott volt a legtöbb helyen. És ennyi. Ezeket kellett már csak bekötni. Jaj, te fölfele mész, akkor így megy. Picikét menjünk arrébb, mondjuk egy 2 blokkal. Így. Ez nem jó, mert a híd nem jó. Így. És csúnya. Nagyon jó. Na. Akkor ezt mindjárt megnézzük, hogy mennyire működőképes ez így. Mennyire gyors. Inkább úgy fogalmazom. Elvileg szerintem egyébként olyan gyorsaságban kell ennek mennie, mint a... Én azt tippelem, hogy ugyanolyan gyorsnak kellene, mint annó az összeadógép volt. Most meg szerintem olyan gyors, mint a... mint ami annó. Ami most a szorzógép, szerintem. Na nézzük! Indulnak a gépek, és akkor elkezdem, amíg itt dolgoznak ezek a gépek, ilyen 6 helyre osztódik szét a 4 adolóból jövő. Júj, 6x6 az csak 36! Mit számoltam el én? 6x8 a 48, te Dani idióta! És így csak 35-öt kapok. Fuck! Szégyellem magamat! Szégyellem magamat! Egy hiányzik. Plusz 6. De jobban járok azzal a megoldással, ha itt javítunk mindent. Ez most fájdalmas, amit most csinálok. Viszont csinálok belőle pozitívumot is. És az lesz a megoldás, hogy az egyik leválasztok belőle egy hármast, egy hármas sort, és abból csinálunk 8-ast, vagy 2 darab 4-est összeadok. Itt van a 2-es egyébként, tehát, és itt van konyha készen a 2-es, így fogalmaznám. Úgyhogy ez inkább egy adder. Ugye 3 plusz 2 az jó. Na, ugye itt 3 meg 3 az 6, plusz 2. Kicsit máshova vezetem a 2-esnek a vonalát.
közel van. Így. Szóval ez olyasmi megoldás, mint amit annó más sorozatoknál, Faktoriónál látni szoktatok, amikor így egymásba vezetem, illetve egy futószallaggal bevezetem a géprendszerbe. Nem is tudom, hogy kell-e ide. Be kell ezt kötnöm, így. Oda kell a híd. Így. Nagyon jó. Na, így lesz meg a 8. És a 8x6, vagy 6x8 a 48. Lehet, hogy oda befér egy szorzógép. És várjál, 48, nekem meg 47 kell, akkor nem kellett volna ledobnom a kivonógépet. És már mindegy. Elviekben így megoldva a 6x8-48, viszont akkor még mindig akkor a szubtraktorgépet mégiscsak berakom. Első körben egy 3-at. És akkor azt csináljuk. Oh shit. Túl közel. Csináljuk így meg. Na, ja, megjöttek az első számok. Na, így van, 48, ez már jobb. Jobb egy fokkal. Még ezt a vezetést kell megoldanom. Aha. Első bridge, második bridge. És még kell egy harmadik. És a harmadik bridge. Na és akkor mindjárt kiderül, hogy milyen gyors. A 47-es. Na, elkészült a 47-es. Hoppá! Készül. És ugye még ne feledjük el, hogy itt még hozzá kell raknunk 20-at. Ja, ez ezért nem lesz jó. A addolást, 2x10-nek az addolását még nem csináltuk meg. Most van 48. Igen, mert a 8-as gépre nem eleget kötöttem be. Így már jobb. Ugye kiderül, mi a gyorsabb, 3 pluszos gép, vagy 3 darab szorzógép. Még a plusz.
pluszos gépnek gyorsabbnak kéne lennie, magyarul be kéne így tömleszteni a 8-asokat. Ilyen konkrétan a 6-osak beállnak. Már mondjuk ez inkább melyik a gyorsabb, az 5 darab pluszos gép, vagy pedig a 3 darab pluszos gép. Hát ott az 5 darabnak az vernie kéne pillanatok alatt. Szerintem itt az lesz, hogy még kell egy adder a 8-asra. Inni. Csak mindjárt kiokoskodjuk, hogy hogyan legyen a 6-os. Itt legyen a 6-os. Az is probléma lassacskán, hogy nem fogunk ide férni, úgyhogy még egy addert dobunk. Illetve nem az, hogy nem férünk ide, hanem kevés fog ide jönni. Úgyhogy akkor ezt is megoldottuk. Na így, ez már viszont elegendő 8-as. Szerintem 4 darab addert már be kéne, hogy buffereljen gyorsabban a 3 darab. Szubos. Uhuhu! Ez ám az, amire gondoltam, baby. Nagyon szuprendó. Úgyhogy mentesítő sáv létrehozás. Egy 29-es fájt benne. Az lesz a megoldás, hogy a 29-est erre el fogom vezetni, és akkor ott befér egy adder. Nem ilyen közel. Lesz 20-asunk ilyen kicsi területen. Valószínűleg ide be fogunk vezetni. 4x5 ugye? Például 20. Na, valami van. Update. Kész a 30-as. Jaj, de jó. És nem kell több 32-es. Viszont kaptunk egy új számot. Mindjárt megnézzük azt. De a 32-es most le kell állítani egy picikét. Inkább telítődjön, mint hogy felesleg menjen. Nézzük csak. Igen, a 32-es elfogy, már nem szükséges, úgyhogy az ott most egy kicsit leállhat. Na nézzük. Azt mondja, az adderba a 72-es szám kell, még az 32 plusz 40 például, ha abban gondolkodunk, és 40-et összerakni, já, 40-ben gondolkodunk, összerakni. Itt vannak kettesek, nagyon-nagyon sok. Hát ugye 40, az ugye 5x8, például, vagy itt az a megoldás van itt a fejemben, hogy a kettes többszöröseivel dolgozom, és szerencsére az nagyon-nagyon, most nagyon szerencsések vagyunk. Mert csinálhatunk itt most egy nem kicsi sor 4-est. Mondjuk ennyi 4-est. Ezeket most be is kötöm. Ez ugye 4. Egyesek. Ezt nem így akartam. Itt is van rengeteg kettes. Itt most nagyon sok a kettes bánya. Most pozitívum.
4. Azt mondja, ezt még én tovább mennem. Igen, Dani bácsi most már gondolta. Még egy kört mondok rá. Mindenkire. Egy egyszerűbb. Aj, ez egy kicsit túl legyomba. Ezt leszedjük. Így. Ez már 8. Kettőt megtuplázom, az 64, meg még egy 8-as, az a 72. Köszönjük szépen! Tehát két adderrel összeadjuk a két 32-es, tehát két sorban csinálunk 32-eseket. Ennek a vonalnak most így egy kicsit annyi. Egyből adderezem mindet. És majd, ha kell nekem, akkor ebből letolsz. Jó, ez így szerintem működőképes. És akkor így a 72 megoldásra kerül. Igen, csak amíg ez itt be fog állni. Úgyhogy mindjárt csinálunk egy olyan megoldást, hogy ide is nyomunk egy addert. A 4-es is nagyon be van telítődve. Úgyhogy tudjuk azt is csinálni, hogy két darab 4-est innen is odaadok. Csak melyik vonalról jobb leválasztani, szerintem innen, ahonnan elég sok van. A 64-es a gépezetekbe. De egyébként 72 lesz, úgyhogy ez rendben lesz. Így van, ott a 72. Az eddigi legnagyobb számunk. 72 kell? Igen, jó van, már megijedtem így hirtelen. A 47-esre koncentráltam, és az ugrott be, hogy a 67-es kell. Jó, két számot is sikerült a mai adásunkban megcsinálnunk. Nagyon fontos dolog. És most azon gondolkodom, mit csináljunk. Nagyon, még a 30-as az kell. Igen. Most már a 20-as is sok.
úgyhogy azt is leállíthatjuk. Mindjárt leállítjuk. Így, na valaki... Virogatnak egymásnak. Jó, ezt most hogy tudom kikapcsolni úgy, hogy ne zavarjon engem? Nem tudom. Mindenesetre most mentünk, mert lejárt az adásidőnk. Pontosan nagyon jól kiszámoltuk, úgyhogy ma ügyesek voltunk. Azt kell mondanom, újabb feladatokat sikerült megcsinálnunk, és innen folytatjuk legközelebb. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!